ready. A Digitális Tudás Akadémia közösségi tere az App Center tartott bemutatkozó előadást a Spin-off Klub legutóbbi eseményeként. Abban is rendhagyó volt az este, hogy nem a B32-ben, hanem azzal szemben, a Bartók Béla út 29-es szám alatti közösségi helységben és coworking irodában jöttek össze az érdeklődők. Tóth Zoltán vagyok, én vagyok ennek az App Centernek a vezetője. Azért bemutatkozom, mielőtt így a centerről fogok beszélni. Igazából, ahol most vagytok, az egy szerintem tök különleges hely, mert több dolgot próbáltunk így egy térbe begyúrni. Az egyik az, hogy itt alapvetően azért jött létre ez a hely, hogy itt 15-17 éves fiatalokat oktassunk. Hát a 21. századi tudásra, mert nem tudom, ugye én a középiskolát, hát ahogy most látom, általános és középiskolát, nem mindegyik iskolában feltétlenül azok az órák, meg azok a tudásanyagok mennek át, amik annyira segítenék a mai fiatalokat. Viszont amikor kikerülnek a munkaerőpiacra, vagy egyetemet választanak, akkor általában ott elég nagy meglepetések vannak. És mi úgy gondoltuk, hogy nem várunk, hogy majd valaki rendbe hozza, hanem elkezdünk mit csinálni, kiépíteni egy rendszert. Tehát ez egy rendszerbe gondolkozunk, ez az első hely, amit most építünk. Ha milyen tudásokat adunk át, ugye fiataloknak, hát elsősorban a digitális készségfejlesztés folyik itt nagy erőkkel, nem olyan borzasztó, hogy hallatszik, tehát hogy egy fiatalnak szerintem ma már azt, hogy Evernote, Task Management, Asanát, Trello-t, Produktívot, hogy használok, hogy lehet automatizálni folyamatokat, egy projektet hogyan pitchelek, hogyan rakok fel a YouTube-ra, hogyan lehet befektetőt szerezni neki, és most nem csak vállalkozókra gondolok, hanem bárkinek ezek olyan alapvető készségek, amire ma már iszonyatosan szüksége van, és 5-10 év múlva, ez ilyen, tehát hogy így valaki ilyen ezt nem tudja, az ilyen teljes digitális analfabétának fog számítani, és nem tudom, hogy fog megélni egy ráttalán, amikor ugye önvezető autók jönnek, meg minden automatizálódik. Tehát ezek fontos dolgok, viszont a közoktatásban minimálisan szerepelnek, és ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan programot hozunk létre, ahol délutánonként tudnak tanulni a fiatalok, meetupokra tudnak járni, hétfégi képzések vannak, és nagy részt ugye olyan emberek tanítják őket, akik ebben a szakmában benne vannak, startupjuk van, vagy nagyvállalatnál valami IT-cégnél dolgoznak. Nekem is egyébként, én amiből élek, az egy webfejlesztő ügynökség. Tehát, hogy át szeretnénk adni a tudásunkat, és most fejlesztünk egy olyan online platformot, ahol lehet tanulni. Tehát, hogyha valaki szeretne HTML kódolni, megtanulni, akkor lesz ott egy tanulási ösvény, amin ha végigmegy, akkor kap egy ilyen kis szertifikációt egyrészt, amit például LinkedIn-re be tud illeszteni, hogy ő ezt elvégezte, meg hát gyűjthetett mindenféle extra dolgokat. Erről most nem sokat mondhatok még, mert ez egy levédetés alatt álló koncepció, de az a célunk, hogy egy picit a magyar közoktatást nem is kicsit nagyon kiegészítsük egy olyan tudásbázissal, egy olyan tanulási módszerrel, ami ad azért olyan tudásokat a fiataloknak, amire tényleg szükség van. A másik rész, amivel összekötöttük ezt a digitális oktatást, hogy itt látjátok, még egyébként bocsi, kicsit még ilyen, szerintem 70%-on vagyunk készültségben, tehát ilyen üvegfalak, meg dizájn, meg egy csomó minden lesz itt, gyűjtjük rá a lóvét, de hogy itt van egy donation-based coworking iroda, ami azt jelenti, hogy ide járnak dolgozni tök profi szakemberek, tehát itt van például az egyik ilyen LexUnit nevű fiatal cég, akik most óriási szoftvereket fejlesztenek, barom ügyesek, vannak grafikusok, mindenféle fejlesztők, SEO-s az egyik srác például, és akkor ők szoktak bedobni egy kis hozzájárulást, bedobni, de nem is az a lényeg, amivel főleg fizetnek, hogy egy ilyen knowledge sharing rendszerünk van, tehát hogyha itt van egy fiatal, aki mondjuk designer szakma érdekli, van is egyébként pont egy ilyen tanulónk a sára, és ha nagyon érdekli, akkor megadjuk a lehetőséget, hogy egy-két napot le tud ülni itt egy designerrel, tehát ő vállalja, hogy jó, nem zavarja, de hogy végigkísér egy napot, és megnézi, hogy milyen tényleg az a szakma. Nem csak úgy rálövök, hogy akkor ez jó pofa, hanem hogy ez hogy működik, milyen programokat használ, egy designer napja hogyan is működik. De ugyanez igaz egy appfejlesztőre, vagy egy szoftvermérnökre. Tehát, hogy akik itt dolgoznak, azok felajánlják a fiataloknak, hogy megosztják velük így a hétköznapjaikat, és hogy egy picit betekinthet abba egy fiatal, miatt kiválsz egy szakmát, ami lehet, hogy 10-15 évre meghatározza az életútját. Azért legalább egy-két napot tök jó eltölteni valaki mellett. Tehát, hogy körülbelül ez a mi rendszerünk. A másik, a harmadik láb, ugye a coworking mellett, hogy ami most történik, hogy meetupokat, mindenféle izgalmas rendezvényeket szoktunk itt befogadni. Van esetleg ezzel kapcsolatosan kérdésetek? Igen.
Mi lesz a 18 évesekkel? Mi lesz a 18? Hát szeretni, egyébként az még belefér, tehát hogy most így nem szoktunk, hogy most akkor van, azt hiszem ez egyik lány, hogy pont most lesz talán, vagy nyáron, tehát hogy most még 18 az úgy oké, és az bele tud férni. Nem tervezzük most nagyon bővíteni még ezt a korosztályt, mert úgy mielőtt pályát választ valaki, mielőtt hoz egy tényleg komoly döntést, előtte szeretnénk megadni azt a támogatást, hogy picit jobban beletekintsen ebbe a világba. Nyilván valaki, nem tudom, azon gondolkozik, hogy asztalos vagy szakács szeretne lenni, nem biztos, hogy az a legjobb hely, hogy döntést tudjon hozni, de attól függetlenül, ha érdekli a digitális világ, akkor eljöhet ugyanúgy, és segítünk neki. Az alap célunk az az, hogy a mai fiataloknak, itt főleg 15-17 éves fiatalokra gondolok, olyan tudást adjunk át, amivel így a 21. században el tudnak egy picit igazodni, tehát főleg digitális készségekről van szó, projektmenedzsment alapismereteket, jogi pénzügyi alapismereteket, de valaki hozzánk jár, akkor reméljük egy picit életre valóbb lesz. Van egy 15 fős board tagságunk, ezek nagyvállalatoknak a vezetői leginkább, akik önkéntesen adják át egyébként a tudásokat és építik velem együtt ezt a centert, illetve vagyunk néhányan, akik cégtulajdonosok vagyunk, én nekem is van egy webügynökségem, tehát benne vagyunk a szakmában, tehát gyakorlatilag azt adjuk át, amiben nap mint nap élünk. Például Amerikába vagy Finországba azért hát fényévekkel előbb járnak, tehát hál' Istennek nem nekünk kell feltalálni a spanyol viaszt, nem is ezt tesszük, hanem megnézzük azokat a külföldi mintákat, amik már jól működnek. De nem kell messzire menni, mert gyakorlatilag valaki kinyitja az internetet, az a jó, hogy már magyarul is elérhetőek olyan oktatási anyagok, gondolok itt a Google Workshopra, vagy ilyen HTML Basic alapszettet gyakorlatilag magyarul is meg lehet már tanulni az internetről applikációk segítségével. Tehát hogy azt szoktam mondani, hogy olyan az internet, mint egy ilyen gigantikus könyvtár, meg gigantikus egyetem, és az olvasójegyet szeretnénk a gyerekeknek megadni ehhez. Én 12 évet dolgoztam versenyszférában, egy ilyen nagy cégnél. Azt ott mégis, mikor onnan így lelétszeltem, ilyen középvezető voltam, és akkor az elmúlt, tehát én ott kezdtem egy abszolút így a érettség után, mellett ott csináltam meg a diplomáimat, meg ott tanultam, de rögtön elkezdtem ott dolgozni, és utána, hát most már egy olyan jó 4 éve, hibrid vállalkozó, meg non-profit vezető vagyok, tehát hogy van egy saját cégem, azt viszem, és mellette meg, ez ilyen önkéntes, azért nem kapunk itt fizetést, vagy ilyesmit, ez csak ilyen szerelem, ez az App Center, és a mi cégünk is az egyik támogatója. Oké, az App Centernek a staffjáról, tehát hogy 15-en vagyunk, a board tagok, Mi alapvetően dobtuk össze a nagy részét annak a költségvet, annak a büdzsének, amiből lesz felépült ez a center. Ezt csak azért szoktam elmondani, mert nagyon hálás vagyok a kollégáimnak, meg tisztelem őket, hogy munkájukon túl még így anyagilag is támogatják. Nagyrészt nagyválti vezetők, meg néhányan ilyen cég és startup tulajdonosok vagyunk. Oké. Ezeket elmondtam, és akkor jöjjön egy ilyen izgalmasabb rész, hogy láttátok a logót, ugye, hogy van rajta. Te hanyadszorra hallgatod meg ezt a sztorit, Gábor? Jó, akkor most így nyugodt csinálhat is valamit, vagy akkor megpróbálom fordítva, vagy nem tudom, ahogy mondjam, mert mindig miattad így megújítom valami szállat, még beviszek, amit nem, eddig még nem volt a fejembe. Na hát, hogy ugye látjátok, hogy app sapi, meg app felirat, meg hogy van ez a feje lefele fagyi. Tehát, hogy nekünk ez a fagyi a mániánk, szeretitek a fagyit amúgy? Van, aki nem? Na jó, mert bejöhet az is egyébként, aki nem szereti a fagyit, tehát nincs ilyen feltétel, de hogy így el szoktam mondani, hogy mit jelent ez a fagyi, meg miért ez lett a logónk. Egy ilyen vicces kis infantilis történet van mögötte, de a történetet azért szoktam elmesélni, mert egy életérzés nagyon jól kifejez, ami egy olyan életérzést, amiből mi egy filozófiát hoztunk magunknak tényleg létre. És hogyha valaki idejön, akkor az tök jó, hogyha tudja, hogy mi az a filozófia, amiben mi élünk, mi gondolkozunk, és amit mi szeretnénk azért így nyomatni kifelé, tehát nem csak nektek, hanem jó lenne Magyarországon ezt a filozófiát elterjeszteni. Ha ebbe segítetek, akkor tök jó, mert sok ember kell hozzá. És mutatok akkor, így a sztorihoz van egy ilyen, két ilyen képem, hogy ezt nem tudom, észrevettétek-e, szoktam így mindig kérdezni, én már mániákusan figyelem, hogy megyek Magyarországon, tök mindegy busz, villamos, autó, akárhogy most kerékpár jöttem, és így mindig így csomó ember lefele néz, ezt észrevettétek? Tehát, hogy szarkedve van, igazából van hol laknia, van egy férje, egy felesége, gyereke, nem tudom, de hogy így mennek be, és akkor ilyen droidok.
nem mindenki, vannak akik nem így érzik magukat, de szerintem ez tök rossz dolog, mert én úgy látom, hogy nagyon sokkal több rossz kedvű ember van itt, mint jó kedvű, pedig van Balaton, itt vannak a világ legszebb női, aki akar azért talál magának munkát, tehát hogy nem olyan szar hely ez a Magyarország, sőt, szerintem egy kifejezetten király hely, csak valahogy van egy ilyen köztudatbeni, nem tudom, ilyen rossz érzés, és hogy ezt én is azért cipeltem magamba jó pár évig, főleg ilyen nagyvállalat, 12 év múlti után azt úgy máhéz volt felfele néznem egyébként egy idő után, és a barátaim is érzeztem rajtuk, hogy némelyik nincsen jól, és volt az egyik gyerekkori barátom, Áronnak hívják, ő kifejezetten ilyen nagyon jó szívű, nagyon jó ember, de hogy 8 évig leragadt egy ilyen cégnél, ahol itt így elég ilyen szarul kezelték, ilyen kis cég volt, és akkor a főnök állandóan cseszegett, elmeséltem a kedvenc sztorim, hogy novemberben begurult a főnök, Londonból rendelt magának egy méta, milyen új Jaguárt, és akkor chiptuningoltatta, még fémlióért, meg nem tudom, és akkor utána minden dolgozót, azt a négyet, aki ott volt, egy ilyen nagy kereskedés, elvitt egy körre, tökre örült mindenki, Hello Cornél, és akkor az Áronról beszélek csak azért. Na és a lényeg, hogy viszont eljött a december, és ugye ez azért kicsit megviselte a költségvetést ez a Jaguar, úgyhogy a kaja egyre a négy dolgozónak már nem tellett a karácsonyi kaja egyre. Szóval hogy ez volt úgy benne az attitűd, nem tudom miért, de nem érezte jól magát a srác. Aztán felvették a valami unokaöcsöt neki főnöknek, na hát akkor kikészült, és ugye évek óta mondta, hogy utálok bemenni minden nap egy szar, nem bírom, és mondom, miért nem jössz el? Hát nem, holtak munkát, meg mit csináljak? És az ott ült ez a gyerek minden nap, és már utálta magát a szart konkrétan, és hát nem volt jól. És akkor én már akkor azt mondtam, hogy jól voltam, mert eljöttem végül a T-től, elkezdtem azt csinálni, amihez értek, elkezdtem foglalkozni oktatással, elkezdtem megalapítani a saját cégemet, tehát volt egy ilyen kitörési pont, de ez a srác az ott volt, és akkor ugye mit bóckodtunk, hogy lehetne csinálni, hogy ne lefele nézzenek az emberek. Mert hogy az Áron is lefele nézett, és a legrosszabb, hogy ezt tanítjuk szerintem sokszor a gyerekeknek is, hogy jaj, ez hülyeség, ne álmodozzál erről, meg ne álmodozzál arról, mert hogy az biztos, hogyha elmész egy jogásznak, és megkeresed a havi keresetedet, és ülj be egy call centerbe, már nem tudom. Tehát egy csomószor azt látom, hogy gyerekeknek tök jó ötleteik vannak, zseniális, hogy levágják róluk a szárnyakat, hogy nem, ezért maradj a földön. Szerintem meg ez tök hülyeség. És ezért csináltunk egy varázsszemüveget. Na. Ezt megmutatom. Milyen csönd van. Ami így néz ki, majd egyébként az a lényege, hogy ugye felveszed belülről áp, és akkor nem tudsz csak felfele nézni. Ez így megvan, oké? Na, egyébként ma most nincs nálam, de már van képen most a Telekomnak, vagy a Telenor kommunikációs igazgatójával, meg az E.ON-nak a vezérigazgatójával is. Tehát így rakjuk rá a cégvezetőkre ezt az app szemcsit, mert ha ők rajtuk fel vannak, ugye lefele is ez ugye elkezd menni. És a lényeg az, hogy az első teszt alanyom az a barátom volt, akivel kipróbáltuk ezt az app szemüveget, és akkor elvittem a Hősök terére, mondom, gyere nézzük meg, sétáltunk, fagyiztunk, és akkor felcsapta magára a szemcsét, de hát így kb. Így remegett a kez, hogy hülye, hogy nézek ki, de egy tök jó barátom is mondta, hogy jó, hát akkor megcsinálja kedvemért, de szarú volt még mindig, hanem ez neki nem elég. Még ez az app szemcsise. Na és akkor lényeg, hogy ettük a fagyit, pont ott álltunk, és akkor mondta, hogy volt egy gyerekkori csintevésem, így vele kapcsolatban, női természetesen, és akkor sose kértem bocsánatot, ott így, hát így ez megesett, és akkor ő mondta, hogy nem baj, megbocsájtok, és hogy a fejembe nyomta a fagyját. És akkor ott egy röhögött, és akkor ő meg az enyémben. Na a lényeg, hogy itt a kép, tehát hogy ez ott, ez az a, itt indult igazából az app, hogy ez az Áron barátom, ugye ez én, és akkor ott álltunk így ilyen fagyival a fejünkön, és akkor így rájöttünk, hogy hát nem is olyan szar az élet, és az Áron másnap felmondott a munka. Hát úgy ott az úgy megütötte ez a sztoriot, rögtek az ember kézzel két barom, és másnap felmondott a munkahelyén, és rá pár hónapra megalapította annak a cégnek a konkurenciáját, aminek már most ott tartott, hogy a 30%-át elhozta a vevőkörnek, meg hát úgy bővíti a piacot, letárgyalt a külföldön a beszállítókkal, fele annyira árulja, ő azt a terméket, valami, a mai napig nem tudom, valami gumimandzsettákkal foglalkozik, valami vízgázszerelő cuccokkal, sose értem meg. A lényeg az, hogy fele annyira árulja,
mint amennyi a ex-főnöke. Szóval hogy eléggé kezd úgy bővülni ugye, a történet, és ez gyakorlatilag az egy, neki egy ilyen kitörési pont volt, hogy tudott váltani, nem ragadt le egy helyen, tudott egy nagy lépést csinálni, és ez a pillanat, amikor valaki ugye benne van a flow-ba, meg szarul van, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy na jó, akkor mostantól váltok, nem csak munka lehet, ez bármi más, hogy most akkor meglépem magamat, ezt úgy hívjuk, hogy áp. Szóval, jó, és akkor erre lett egy életfilozófiánk, ugye ezt az életérzést, hogy mit jelent app people-nek lenni, azt így megcsinál, hát arra így csináltunk egy ilyen kis, de az a baj, nem fog ez a videó menni. Akkor majd hozok egy másikat, vagy megmutatom a notebookomon. Ha nem megy, akkor bocsi. Már egy lassú szokott lenni így. Up is a philosophy and lifestyle from Budapest, which means your dreams can come true. You are good and you have talent. You are unique. You are free forever. You can believe and trust yourself and all others. Szóval ez az app philosophy, nem mondhatok másikat, csak hogy így mélyedjen bennetek. Ez App is a philosophy and lifestyle from Budapest, which means your dreams can come true. You are good and have talent. You are unique. You are free forever. You can believe and trust yourself and all others. Cukik. Ez Oroszországba készült, ez New Yorkba. Up is a philosophy and lifestyle from Budapest, which means your dreams can come true. You are good and have a talent. You are unique. You are free forever. You can believe and trust yourself and all others. De ezek ugye barátaink, tehát hogy még nem egy nemzetközi kampánynak a részét látjátok, csak úgy teszteltük, hogy van egy csomó helyről, meg Beirutból, meg nem tudom honnan, meg Tájföldről, tehát hogy tesztelünk egy ilyen nemzetközi kampányt, az Ice Bucket Challenge megvan nektek? Na, hogy valami hasonlóba szeretnénk mi is belevágni, csak tehát az a lényeg, hogy amellett, hogy egy digitális képzőközpontot építünk itt, azért így belevágnánk egy nemzetközi kampányba, amit így Budapestről szeretnénk elindítani, mert mindig azt mondom, hogyha így a univerzum egy ilyen óriás fagyipisztolyjal megcélozná a Földet, hogy így valamit csináljunk, mert szarked van az embereknek, hát hova célozna elsőnek? Szerintem fix, hogy Magyarországra, tehát hogy így Budapest. Na és akkor hát csináljuk. Oké, okay. Tehát hogy ez az app, mutatok pár kreatívot, csak hogy így Hogy vizuálisan hogy jelenik meg ez a... De miért nem rakja sorba, azt így nem értette se. Tehát, hogy ugye már nem flow van, hanem app. Mész a Dreams-be. Összekötjük a két generációt. Rakéta fagyival legjobb. Ugye? Never give up. Valami zenét mindjárt berakok. Van csönd, van. És nem tudom, hogy egy nagyon szar így az egész, vagy csak így sokkot kaptatok. Itt még lemaradt a fagyja a fejéről a csávónak. Tehát itt a manager, meg ugye itt az app people. App. Hát szerintem így ennyi. Kérdés? Emészhető volt ideig? Jó, akkor már értitek, mi az app. Hogyan tudtok ti csatlakozni ehhez az egészhez? Vagy hogy hát ugye itt aki korosztálybeli ennek értelemszerű, most lemegy egy pilot, és utána remélem, hogy még nyár előtt nyitjuk ezt az online education systemet. És utána, hát aki szeretne coworkingbe jönni, azt nagyon nagy szeretettel várjuk, hogyha valaki akar egy kicsit melózni, és így nem nincs inspiráció, akkor bejön, és innen úgy megy ki, hogy nagyon jót fog csinálni, ezt megígérem. De hello, ugye ti is van, aki tényleg ide jár inspirálódni, meg valakinek olyan a munkája, freelancer, és akkor tényleg minden nap itt dolgozik. Ott tudtok csatlakozni, hogyha van egy meetup ötletetek, tehát most ilyen tupperware edényeket nem akarunk népszerűsíteni, de hogyha olyan téma, ami kapcsolódik a mi tevékenységünkhöz, digitalizációhoz, bárhogy, akkor gyertek, és akkor megdumáljuk, akkor adunk rá lehetőséget.
Illetve Mentor Wanted, tehát hogyha valaki szeretne mentorkodni, és egy-egy ötletet, egy-egy fiatalt felkarolni, akkor leadja nálunk, hogy mivel foglalkozik, mi a szakterülete, kap egy ilyen mentor guide-ot, és akkor tud, mondjuk az egyik kislány most olyan mentort keres, van egy rohadt jó app ötlete, le is védetjük, akkor ilyen nyelvtanulós applikációt talált ki, de van specifikáció meg minden. Na, hogy az hogy lehetne oda elvinni, hogy megvalósuljon, meg befektetőket keresni nekinek, stb. Ahhoz kell neki egy olyan valaki, aki odaáll mellé és végigviszi ezen az úton, és hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne segíteni, ez ugye nem, tehát ez egy ilyen önkéntes tevékenység, de hogy tényleg bele tud állni, nem kell heti 8 órában, heti egy órát rászáll, Skype-olsz vele, feladatot azt neki, akkor ez tök jó. És akkor azt szoktam mondani, hogy a fizetség az a lelki wellness. Jó, van-e kérdésetek ezzel kapcsolatosan? Se? Nincs? Jó. Oké, akkor hoztam egy másik témát, és aztán te még kb. Egy ilyen 20-10 perc is izé, aztán lőjetek le meg, vagy mondjad, hogy mit szeretnétek még, vagy menjünk haza. Ami, ugye tudom, hogy itt most vannak néhányan, mert hogy az Spin-off Clubnak aztán az egyik ilyen vonala, hogy esetleg gondolkozik, hogy vállalkozó legyen, vagy már vállalkozik, vagy nem tudja eldönteni, vagy most egy multi, vagy stb. Na hát én erről így csomót tudok beszélni, mert baromi sok ilyen zsákutcába, még pedig fiatal, 35 éves vagyok, de azért már jó pár zsákutcát is sikerült kikapni, meg látom, akik előttem járnak, hogy ők is, és akkor én összegyűjtöttem néhány ilyen tapasztalatot azzal kapcsolatosan, hogy számomra, tehát másnak lehet nem ezt jelenti, de hogy mit jelent vállalkozónak lenni, hogy inkább azt mondom, hogy így a alkalmazotti lét, meg vállalkozói lét. Tehát, hogy 15 évig mentem be, minden nap tettem a dolgomat, 8-tól 4-ig, ott voltam, ha kellett, ha nem, és utána meg hát ugye most egy pár éve, meg ez egy totál más életformát élek, tehát hogy nincs, én vagyok végül is ugye a saját magam főnöke, és hogy én mit érzékelek a kettő közötti különbségnek. Azért jó erről szerintem beszélni, akik hozzánk járnak fiatalok tanulni, ővelük ez egy napi téma, hogy tudjon felelősen dönteni azért erről a kérdésről. Tehát, hogy na, jó. Hopp. Ok. Na, tehát hogy én csak így feldobálom, nincs semmi logika az egészben egyébként, mert kb. És ez a vállalkozó életnek a lényeg, hogy ilyen majd összvisz egy órán volt így felkészülni erre az előadásra. De ezért csak így feldobálgattam, hogy mik a különbségek. Tehát, hogy alkalmazottként, ugye a fizetés az annyi, mint a főnököd. Mond, ha lépsz egyet a nem tudom x-ért a ranglétre, akkor több lehet, egy kis bónusz, ha nagyon nagy király vagy, akkor esetleg vezető lesz, és akkor kapsz nem tudom részvényopciót, akkor lehet, hogy több is lesz, de hogy az így megvan az a kocka, hogy akkor ennyi a fizó, és akkor kész. Tehát az mindig megvan, lehet, hogy mit te nem kapsz a jutalékot, esetleg meg akkor kicsit kevesebb, de hogy egy fixre lehet számítani, ami egyébként tök jó. Tehát, hogy azért az egy megnyugtató dolog, hogy tudom, hogy nem tudom, másodikán jön egy SMS, megkaptam a x 100 000 forint fizetés, meg elküldik a kajegyet, és akkor tök jó, mert akkor azt tudom, hogy egy év múlva, két év múlva is akár ott lesz, és az egy megnyugtató, ad egy biztonságot, és ez mikor így 12 évig minden hónapban nekem megvolt, ezt tökre szerettem. De hogy mennyi ennek a maximuma, az ugye azért korlátozott. A vállalkozói életben, hát én azt szoktam, hogy a nullától a csillagoség. Tehát, hogy nekem volt olyan, én mindig azt szoktam hazudni, hogy fél év, de igazából egy, hogy kb. Nem, kb. Nulla. Tehát, hogy összvisz, mint 70 000 forintot kerestem. Kerestem pénzt sokat, de folyamatosan be kellett fektetnem. Tehát, hogy jött valami, azonnal ment reklámra, azon ment, hogy felvettünk egy embert, akkor még egyet, befektetni, és hát a tartalékaim azok így mentek lefele, és néztem, hogy úristen, hát átlag keresek, nem tudom, 8000 forintot egy hónapban, most akkor ez hogy van? De hát tudtam, hogy ez egy, aki így dönt, és mondjuk nincs ott mögött egy cég, vagy tehát tényleg full egyénibe elindul, annak lehet, hogy van egy ilyen éve, amikor a tartalékait felzabálja az egész. És akkor utána lehet benne egy fordulópont, hogy mi nálunk is most vannak ilyen fordulópontok, hogy egyszer csak jön egy ügyfél, és akkor azt mondja, hogy ott egy meló van rá, nem tudom, 2,5 millió büdzsé, tudom, hogy töredékéből tök meg lehet csinálni, és akkor azon van egy nagyobb haszonkulcs, akkor az tök jó. Vagy nyilván, ha az ember belenyúl mondjuk egy baromi jó ötletbe, egy startupba, akkor ott milliárdokat is lehet keresni. Viszonylag könnyen egyébként, ha végigvisz az ember egy jó ötletet.
Tehát, hogy de ez ugye a kockázata sokkal nagyobb. Tehát az anyagi biztonságot ezt ugye el kell felejteni akkor, hogyha ha valaki vállalkozó. Mi is ugye voltak olyanok, hogy csináltunk egy kampányt, fú, kasszáltunk rajta, tök jó, és egyik pillanatra a másikra bejött egy másik szereplő, és így lenullázt. Tehát így kb. Az volt, hogy 12 embert így el kellett küldjek, nem tudom, két nap alatt. Mert láttam, hogy már itt a nagy befektető az megadta magát, bejött egy másik szereplő. Tehát, hogy ilyen totálvá, arra kell felkészülni, hogy mindig van valami, amit változtatni kell. De viszont mondjuk lehet, hogy ha belenyúl az ember egy jóba tényleg, akkor megalapozza az életét. A másik, hogy ugye ez a napi munka 8 óra fizetett, mennyi a napi munkaóra? Hát azért ugye vannak ilyen multik, meg van egy-két olyan osztály a multin, ahol ez a főnök megsértődik, ha éjszaka nem válaszolsz az e-mailre, meg ilyenek, ezt kezelni kell tudni. Szerintem ezt le lehet kezelni egyébként. De azért a nagy részt azért 8 órát dolgozol egy nap, de bemész 8-ra, ott vagy 4-ig, fél 5-ig kajaszünettel, ha 2 órát még kell pluszba dolgozni, akkor becsülettel kivizetik a túlórát, tök jó. És akkor ugye az a feeling, hogy 4-kor így eldobod a tollat, úristen, én már nem tudom milyen, de amúgy tényleg rohadt jó dolog tud lenni, és akkor otthon vagy. Hétvége ugyanez, hogy akkor kikapcsolom a céges telefont, hagyjanak békén, és akkor pihenek. Na, a vállalkozói életbe én azt szoktam mondani, hogy nem is tudom, én hétfőtől pénteket írtam, elrontottam, hétfőtől vasárnap 24 óra naponta. Mert ott nincs se, hogy lekapcsol az agyad. De én legalábbis nem tudom, olyan, azt van egy barátom, aki 10 éve vállalkozik, és mondta, hogy 8 év után mázi tompult neki. Tehát az, hogy mondjuk fekszel a fürdőkádba, és ugye ott van a fejedben 100 projekt, rajtad múlik a könyvelés, a jogi dolgok, hogy most kit van egy jó ötleted, mennyi a bevétel, kit kell kifizetni, tehát 100 csillió info megy a fejeden, és hogy neked, ha hibázol, vagy jön egy rohadt jó ötleted, az közvetlenül hat rád. Tehát, hogy a főnök elviseli az összes szart, meg az összes, mit tudom én, stresszt, nekem csak a főnököm hülyeségét kell max elviselni a multiba, itt meg egyenesen hatnak rám a következmények, ezért nagyon, nagyon már, tehát, hogy így elfolyik a munkaidő, nincs, próbálom is így rendszerezni, hogy este 7-kor kikapcsolok mindent és befejezem, de az agyam az megy tovább, tehát, hogy, és azt látom, hogy akik vállalkozók körülöttem hasonlóan működnek.